Köszöntöm a jó közéleti vitákra kiéhezett tisztelt olvasókat és nézőket, a stúdióvá avanzsált R56 csörözőből, az adásból, amelyet Ambrózi erre az esetre szegény ember szabadfogásaként apostrofált, pedig ez a gazdag ember szabadfogása, hány éve gyűlünk már itt össze időről időre. Amennyiben rólad beszéljünk, hogy gazdag ember, akkor ezt rossz helyre jöttünk. Megtiszteltetésnek veszem, és remélem, hogy a szavaid a jövőre nézve ilyen képzőerővel bírnak, tehát hogy tényleg gazdag leszek, neked köszönhet előbb-utóbb. Minden esetre semmiképpen. Itt van velünk Nagy József, a 24.hu újságírója, Dézsi Zoltán, Balázs Béla díjas filmrendező, Kert Attila, az Euronews Magyarország irodájának vezetője, és Szarva Szilveszter, a PS hírigazgatója. Meg én. Én a patika mérleg mögött, ahogy ígértük. És kezdjük egy nagyon egyszerű kérdéssel. A kérdés pedig így szól, ki nem mond igazat, a Pesti úti járvány sújtotta idős otthonról, most akkor kettő orvos volt ott egyszerre, vagy nulla? Mindig olyanokat kérdez az elején, amire nem lehet válaszolni. Most arra készültem megint, hogy megkérdezi, hogy meddig tart a járvány, ahol, amivel ugye múltkor kezdte, a Nobel-díjas tudósok se tudják rá a választ, ezt kérdezte. Most már biztosan tudjuk, hogy mikor tudnék, felkészültem, tudom pontosan, hogy meg lett mondva, hogy május 3-án ér véget, vagy tetőzik a járvány, azt még nem tudjuk, hogy délután 2-kor, vagy csak 3-kor. Erre most megint előjön egy olyan, hogy kihazudik. Hát én nem voltam ott az idősek ott. Van az, hogy mi itt a jobb karé van, ugye, mert ezt mondhatod, hogy jobb karé, bal karé, bár a szabadfogáshoz képest felcserélődött most. Igen, hogy miért van az, hogy a jobb oldalon általában úgy gondolják, hogy a baloldali ilyen megmondó, nem megmondó emberek, hanem ilyen nyilatkozók hazudnak. De miért gondoljuk, hogy rögtön? Mert én rögtön arra gondolok, hogy ők tagadnak, hazudnak a karácsony. Na ez a kérdés, de most rólatom kérdezni. De hát nem vagyunk pszichológusok, se pszichiáterek. Miért kérdez, miért gondoljuk? Azért, mert folyamatosan hazudik a baloldal. Nem rólatok beszélek, mert ti tisztes újságírók vagytok, de valahogy így működik. Bezzeg a kormány, tehát a Fidesz oldala az igazmondó juhászoknak a gyülekezetében. Hát legyen így, ha így gondolod, akkor biztos így is van. De nem tudom, szóval reflexzerűen, amikor mondják ezt, hogy hány orvos ott nem volt, volt, írásban hazudik, úgy gondolom, a Karácsony Gergely-féle oldal. Jól mondom, Karigeri? Láttátok, ugye Karácsony Gergely ott volt Kálmán Olgánál, Vejszer Alindánál hétfő reggel az ATV-n, és ugyanaz, az szinte. Elmondta, hogy nem egy, hanem két orvos is volt a kérdéses időszakban, amikor ugye a járvány elharapózott a Pesti úti idősek otthonában. Müller Cecília állította előzőleg, hogy egy hosszabb ideig nem volt, és pont a legkritikusabb időszakban nem volt a vizsgálat szerint. És akkor ehhez képest előkerült most az a nálunk olvasható levél, amit Mernyó Ferenc bontott ki. Nem kellett túl nagy kutakodást csinálnia, megnézte a Dokumentum infóját, és kiderült, hogy a Karácsony állítását alátámasztó levelet nem a skultéti igazgató úr, tehát a Pesti úti idős otthon igazgatója, hanem Gálié Zoltán írta, legalábbis az ő gépén, vagy az ő szoftverében született. Hát az nem ugyanaz. Tehát, hogyha van egy kommunikációs tanácsadó a polgármester mellett, ahhoz futnak be a kommunikációs szempontból a fontos iratok. Hogyha ő PDF-ben elmenti az egyébként Skultéti József által jegyzett levelet, akkor az teljesen reális indok. Egyébként meg kell kérdezni, és bocsáss meg, Skultéti József intézményvezetőt, a fővárosi önkormányzattól, ő ezt aláírta. Én már találkoztam hasonló botránnyal, a kezembe fogtam Orbán Viktor miniszter. Miniszterelnök nyilatkozatát kibontottam, és kiderült, hogy Havasi Bertalan szerkesztette az okiratot. Mégse gondoltam. Ugye nincs rajta aláírás, ez egy elektronikus levél, tehát az érthető mondjuk, hogy a járvány idején nem írja alá saját kezüleg és viszi be Karácsonynak, nincs rajta aláírás, viszont a fájnak is nagyon jó a neve. Az a neve, most nem nyitom meg, de körülbelül lesz, hogy Pesti úti idős otthon vezetőjének levele.pdf. Te mondjuk te szoktál olyat, hogy Dézsi Zoltán, Balázs Béla díjas
filmrendező levele Huth Gergelynek, és utána te aláírod? Kizárt, kizárt. A sajtófőnök lennél, Zoli, és kapnál a Skútéti József nevű intézményvezetőtől egy levelet, és azt te elmentenéd magadnak a különböző könyvtárak valamelyikébe, akkor nyilván odaírnád, hogy kitől jött ez a szöveg, és odaírnád, hogy ez micsoda. Nyilván a forrás... Mentenéd el? Miköze van Skútéti Józsefhez? És egyébként azért írta, de azért írta Gályi Zoltán ezt a levelet, mert rögtön kellemetlen helyzetbe hozta Skútéti Józsefet, ugyanis Skútéti Józsefnek, mint intézményvezetőnek ismerjük az őszinte arcát, méghozzá az április 6-ai levele, amelyben ő segítséget kért a Pesti úti idősek otthonában kialakult járványügyi helyzet miatt. Akkor még segítséget kért, most a friss levélben, amit Gályi Zoltán jegyez, már érdekes módon ezt letagadja. Tehát azt mondja, hogy minden rendben volt és folyamatosan volt orvosi ellátás. Tehát Skútéti József Gályi Zoltán nevében vagy most hazudik, vagy április 6-án hazudott. Mind a kettő kell. Összetéveszt ez két dolgot. Már április 6-án felszereléseket kért, nem orvosi segítséget, amit megtagadtak tőle. Viszont itt is ismerjük a mozaik darabkákat. Ugye a Pesti úti idősek otthonában március 20-án felmondott a főállású orvos. Utána ezt kellett volna pótolni, főállású orvosként közalkalmazotti státuszban, napi 8 órában. Ez az, amit Karácsonyék nem tettek meg, hanem egy külsős vállalkozón keresztül orvos szereztek az intézményben, hogy ez 8 órában történt-e, vagy pedig intézményben, vagy pedig heti 20 órában, ezt a mai napig nem tudjuk, de nem, hogy két orvos, kinek hisztek inkább, mert itt két ellentétes állítás van a dokumentum hitelességétől függetlenül. Az egyik Müller Ceciliájé tiszti főorvosi, a másik Karácsony Gergely főpolgármesteré. A kettő közül melyiknek hisztek inkább? Én gondolom, hogy ez a Gályi féle levél az arról szólt, hogy elmondja, hogy a Skútétinek mit kell mondania. Tehát amit kiadott a Skútéti, ez nem a saját gondolata. Nekem... Aláírta. Ez őt minősíti. Fantáziálunk, hogy a Skútéti mondta el, vagy más mondta. Egyébként meg nem ez a lényeges kérdés. Az a lényeges kérdés, hogy egy valid állítás-e az, hogy rá lehet tolni a járvány kirobbanását, vagy az első halottat rá lehet-e tolni Karácsony Gergelyre. Ugye itt van egy időseket gondozó intézmény, ráadásul egy olyan időseket gondozó intézmény, akivel járt a közelében, azt tudja, hogy itt, hát mondjuk úgy, hogy többszörösen pszichésen terhelt idősek, beteg emberek is vannak benne, akik egyébként folyamatosan kijárnak, szemben ezzel az intézménye van egy tüdőgondozó, szemben valahol van, kicsit srégen van egy kínai bolt, ezek az emberek kijárnak, meg ki is járhatnak, nem lehet őket bezárni. Kijárnak, kéregetnek, csikket szeretnek, nem mindenki, de vannak köztük sokan. Most ezek után ráverni a Karácsonyra ezt az egész bulit, hogy miatta robbant ki a koronavírus járvány Budapesten, szerintem mondjuk az, hogy politika, de inkább nevetség. Itt arra is gyanakszom, hogy a Borsodnál Dasdi idősek otthonából szintén elég sok fertőzött van. Én azt hiszem, hogy azt is a Karácsony csinálhatta. Lehet, meg egyház intézményben is van egyébként, egyház idősek otthonában is van. Hogy Karácsony Gergely ezt többször kapta a magyar sajtó, vagy akár a közvélemény hazugságon, de Müller Ceciliát nem. És hogyha a hitelességet lehetne mérni, akkor nekem Müller Cecília hitelesebb ezer szer. Szerintem a nézőnek is. Van itt egy állítás, ott egy állítás, mindenki annak készítettek. Az a helyzet, hogy egyikünk se nyomozó hatóság, nem fogjuk tudni rohadtul megállapítani, hogy volt-e ott orvos vagy nem. Van egy állítás innen, van egy állítás onnan, az egyiket alátámasztja a dokumentumot. De az újságíróknak nem az egyik feladata az, hogy a tények között rendet tegyenek, és értelmezzék az okokat, és következik. Hanem a vélekedések között, hogy kinek hiszünk. Sok tényt ismerünk, és mondjuk itt Józsinak volt egy erős állítás, azért Karácsonyra senki nem akarja ráverni a halottakat, ezt a jobb oldalon sem, tehát ezt nem vindikáljuk magunknak, és egyáltalán szóba sem kerül, hogy Karácsony felelős lenne, de úgy, mint intézmény fenntartó bizonyos dolgokért, akár az orvosi ellátásban, akár amit te mondasz, hogy kijártak, mert valóban az intézmény elrendelte a látogatási tilalmat. Igen, de egyúttal ebben a pillanatban a kijárási tilalmat is el kellett volna rendelni. Karácsony Gergely hagyta meghalni a nyugdíjas. De ilyet senki nem ír. Ami hiteles információ, vagy ha jól keletkeztek ezek a cikkek, valószínűleg nem senki nem ír. Tartunk, akkor váltsunk is át erre a témára, és persze, ha még gondoljátok, akkor ide kapcsolódhat még mindig a Pesti úti idősek otthona is. Ugyanis hát Gyurcsány Ferencék többek között, meg hát rengeteg internetes forrás, mondjuk az Ez a Lényeg nevű, hát igencsak kétes hírű MSZP közeli portál, az ugye olyan cikkekkel árasztja el a Facebookot, miszerint tömeg
tömeggyilkosságot hajt végre a Fidesz, ezreket küldenek a halálba, ugye ezek még a DK kommunikációjában is megjelenek, szó szerint ezek a durva kijelentések. Holott tehát egy olyan vitáról van szó, amit Kásler Miklós igyekezett tegnap megmagyarázni a parlamentben, hogy Cserháti Györgyöt, jól mondom nevét, ugye miért kellett eltávolítani az Országos Rehabilitációs Intézet éléről, és ők ugye azt mondják, Kásler Miklós azt mondja, hogy hát éppen azért, mert amikor a Pesti út idősek otthonát ki kellett üríteni, ő, mint rehabilitációs intézet vezető, nem tudott erre a célra ágyakat felszabadítani. Tehát itt, hogy mondjam, ok és okozatok, mindennek következménye van az egyik oldalon, a másik oldalon meg vitatkozunk arról, hogy Karácsony Gergely most viccelődött ott Vejszer Alindával, hazudott, vagy a levél hamis, tehát ilyenekről beszélgetünk. Tehát mégiscsak egy ilyen vészhelyzetben, veszélyhelyzetben van felelősség, és vannak következmények. Ezt hogy látjátok? Melyik oldalon jelentkeznek? Az a kérdésem, hogy mit láttok arról, hogy a kormány oldalon, vagy a Városháza oldalán jellemzője inkább, hogy ebben a válságos időben van következménye a dolgoknak? Hát én nem láttam még, azon kívül, hogy két kórházigazgatót kirúgtak, ezen kívül nem láttam még következményeket. Szerencsétlen betegeken. Akkor nézzük arról az oldalról, amit állít ugye az ellenzék, hogy halálba küldenek tömegeket. Nézzük arról az oldalról, hogy egy kis nézetkülönbség adódott ugye Kásler Miklós és Balogh Zoltán között ebben az ügyben. Nem nézetkülönbség volt, hanem a Balogh Zoltán megvédte a kirúgott igazgatót, és azt mondta, hogy ő az utolsó, aki emberek életét kockáztatna. Ezt, ugye? Arról szól, hogy az egész emberek életét teszi kockára, vagy küld halálba a Fidesz-féle DK-s erőteljes állítás, hogy valóban szükség van-e arra, hogy Magyarországon a 60 ezer aktív kórházi ágynak a közel kétharmadát, 60%-át, 36 ezer kórházi ágyat fel kell most szabadítani itt a koronavírus. Azt nem állított össze, hogy ez megtörtént, tehát hogy ennyi ágyat kiürítettek. Ez van elrendelve, ez a cél. Ez a rendelet, ezt mondja Orbán Viktor. Ez van folyamatban. Ez megtörtént? Most megint olyan kérdést teszel fel, egyikünk sem látta mind a 36 ezer ágyat. Az állítás, amit tényszerűen meg tudunk tenni, az a rendelet született. A professzor azt mondta, hogy ez csupán egy hadgyakorlat volt, Orbán Viktor azt mondta, hogy egy főpróba arra az esetre, hogyha ez sokkal mindegy, hogy mit mondtak, az egyetlen állítás, amit tényszerűen tehetünk, az, hogy elrendelték 36 ezer kórházi ágy kiürítését. Ez egy ténykérdés. Az összes többi az vélekedés. Amit a Józsi mondott, az, hogy miért van szükség 36 ezer ágy kiürítésére, végstádiumos rákosok, pszichiátriai betegek és amputált betegek hazaküldésére. De a végstádiumos rákosokat nem küldték haza. Való igaz az a 36 ezer ágynak a felszabadítása, aminek egyébként május elejéig meg kell történnie, hogyha a járványügyi helyzet indokolja. A legrosszabbra készül fel a magyar egészségügyi rendszer, de hozzá valóban hazaküldenek betegeket, olyanokat, akik krónikus betegek, és ezeket a kórházi ágyakat eddig használták, amputált foglaltak. De például, hogyha a család vagy maga a beteg jelzést tesz, hogy a család nem tudja őt otthon ápolni, nincs erre megfelelő szakember, és senki nem tudja vállalni, akkor más helyre átszállítják őket, és Na nekünk meg a betegektől van olyan információk, hogy ez nem történt meg. Akkor kötelessége nekünk az egészségügyi rendszernek ellátni akkor nem teljesíti ezt a kötelességét. Névvel, címmel, naponta, tucatjával érkeznek olyan sztorik, ahol csak annyit kérnek, hogy a nevüket ne írjuk, de egyébként valaki még a nevét is engedi, hogy leírjuk, amiben azt mesélik el, hogy egészen abszurd körülmények között ilyen teljesen kilátástalan helyzetben lévő, akár végstádiumos, demens embereket tolnak ki a kórházból, és a Cserhátit azért tudták ki, lehet tudni. Mert hogy ő azt mondta, hogy nem szabadított föl ilyen emberektől ágyat. És ugye itt most elvileg háborús helyzet van. Ebben a háborús helyzetben, hogyha valaki megtagadja a parancsnokának az utasítását, ki kell rúgni. De egyébként ez háborús helyzetben így van, csak az a helyzet, hogy orvosetikai szempontból hallgass meg Balogh szavait, hallgass meg a kollégátoknak, Bajár Zsoltnak a szavait, és még tudnám sorolni számos fideszesnek a nevét, hogyha ezt el lehetne mondani. Azt mondják, hogy maga az utasítás volt ostobaság, és ha egyébként elolvasod egészségügyi szakközgazdászoknak az írását, mondjuk Lantos Gabrielláit, akkor ő leírja, hogy a legpesszimistább forgatókönyv szerint is
a 36 ezer felszabadított kórházi ágynak a töredéke tizedével, ötödével, tizedéből meg lehet oldani, a legnagyobb Gergely, hadd mondjak, hogy fejezem be a mondatot. Ennek a 36 ezernek a töredékével meg lehet oldani a legpesszimistább helyzetben is a koronavírusos betegeknek az egyidejű ellátását. Magyarán is mégiscsak a legrosszabbra kell készülni. Tehát, hogyha beügyek rak, és lenne 36 ezer beteg, aki orvosi ellátásra szorul koronavírus miatt, ha egy aszteroid ránk zuhanna, akkor lehet, hogy 50 ezer is kevés lenne, de a helyzet az, hogy 36 ezer ágyra akkor lenne szükség, ha az olaszországi megbetegedéseknek a hatszorosa lenne Magyarországon. Nem tudjuk a belső védéseket. Hadd tegyem fel előtte, hogy szerintetek mindannyiatoknak vonatkozik a kérdés, hogy mondjuk Kovács Gábor, a Korányi Kórház főigazgatója, vagy Merkeli Béla, a SOTE rektora, ugye az ország egyik legnagyobb klinikai központjának a vezetője, nem mond igazat, amikor azt mondja, hogy életveszélyes, vagy egyáltalán olyan állapotú betegeket, akinél ez az állapot rosszabbodásával jár. Egész biztos, hogy nem küldtek haza, és szó sincs arról, hogy 36 ezer ágyat ki kellett üríteni. Fel kellett készülni arra, hogy ha kell, és elharapózik a járvány, akkor ki tudjanak üríteni a 36 ezer ágyat. Tudok válaszolni neked. Ezek a szaktekintélyek voltak, különböző kormányzás alatt is, akkor is bíztak bennük az emberek. Akkor válaszolják a kérdésedre? Igen. Ez nem szaktekintély kérdése, ez ténykérdés. Akkor, hogyha a 24.hu vagy a mi szerkesztőségünkben levelek érkeznek, emberek arcukkal, nevükkel vállalják a történetet és elmondják, hogy mi történt velük, akkor bármennyire nagy szaktekintély is, aki azt állítja, hogy nem engedtek el ilyeneket, az vagy nem tud róla, vagy nem mond igazat. De mi ezek érkezik? Azok fekvő betegek, tehát elfekvő betegek, de nem életveszélyben lévő betegek. De honnan tudod, hogy hozzánk mi érkezik? Nem tudom, de aki életveszélyben van, szerintetek az életveszélyben van, például az a beteg, akit a baloldal bemutatott, 6 éve fekszik valakinek a nagybátyja tényleg krónikus betegként egy agyvérzés után rehabilitációs osztályon, és most 6 év után egy rövid időre hazaküldték, mert kell az ágya adott esetben koronavírusos fertőzötteknek. Meg másfajta is van, de Gergő, könyörgő, mi az Isten? Tudsz védeni egy ilyen intézkedéssel? Lehet, hogy olyat is hazaküldtek, akinek egyébként otthon lenne a hely, és meg tudnák a családjában oldani az ő otthoni ellátását, és azért volt benne 6 éve. Ilyen van. Biztos van ilyen, de olyan is van, akit meg úgy küldtek haza, hogy bent lenne a hely, erre konkrét emberek vannak, és ugye ha 60 ezer kórházi ágyból, aktív kórházi ágyból 36 ezer, tehát több mint a felét, a 60 száz, a 60, nincs 60 százalék. Hát 60, a 36 az a 60 százalék. De 30 ezer. Hogyha ennyire van utasítás, vagy nem tudom, akkor idea, hogy ennyit le kell üríteni, az teljesen abszurd. Tehát a kórházi ágyak 60%-át felszabadítani, az elképesztő. Én arra volnék kíváncsi, hogy mi van emögött. Tehát, hogyha ezt leürítik, és utána lefut a vírus válság, utána mi a túrót akarnak kezdeni ezzel a 36 ezer kórházi ágyal? Lehet, hogy arról van szó, nem tudom, itt most, ez most már nem tény, hanem csak gondolkodom ezen. Studírozom, hogy akkor ebből a 36-ból visszaengednek 6-ot, 16-ot, 20-ot? Akkor, ha mondjuk, ne adj Isten, ne következzen be, kitör egy brutális járvány, és kevés lesz ez a 36 ezer ágy. Akkor te mit írnátok? Hogy mi nem szabadította fel a kórházi ágyakat a kormány, akkor ezt írnátok? A legbrutálisabb járványterjedés Olaszország és Spanyolország volt Európában. Én vízszeresére emlékszem, de 6-szor vagy 10-szer akkora járvány kéne Magyarországon. Egy időben 6-szor 10-szer annyi embernek kéne. A hátralévő két hétben. Osztályra, ahhoz, hogy 36 ezer kórházi ágyra szükség legyen, illetve a 8 ezer Mindez két hét alatt, mert ugye az ki lett adva utasításba, hogy 2 hét múlva tetőzik. Egyikünk se tudja a belső nem publikus méréseket. Én úgy gondolom, hogy valamit tudnak. Lázmérésekről? Nem tudom, biztos, hogy valamit tudnak, vannak különféle grafikák, számítások, hogy milyen irányban mehet ez a görbe föl, és én úgy gondolom, magyarországi görbe, hogy 6-szor akkora lenne, mint a legnagyobb. Hadd idézzem már, bocsánatot kérek, ha lehetne itt ebben a körben idézni Orbán Viktort, aki azt mondta, reménykedj a jobba, és készül a legrosszabbra. Én szerintem ez történik most.
Ennyi. Tízszeres túlbiztosítással. Lehet, hogy ő többet tud. De pontosan. De mit? Hát, Józsi, te meg is válaszolod a saját kérdésedet, hogy háborús helyzet van. Tehát a legrosszabb forgatókönyvet léptetik életben, amikor erre készülnek fel. A háborús helyzetet, hogyha figyelj. És utána, ha normalizálódik a helyzet, akkor nyilván azok az emberek, akiket most hazaküldtek és otthoni ápolásra szorulnak, azok visszakerülhetnek ugyanúgy az ellátórendszerbe. De aki életveszélyben van, amiről ti beszéltek, az nem kerül haza. Tehát ez hazugság, mindenki, aki nekünk írt. Aki életveszélyben van, az biztosan nem kerül. Gépi ellátásra szorul, folyamatos orvosi ellátásra szorul, olyan ember írt. 90 éves ember, 65 éves. Ti például elhiszitek azt, ami szintén megjelent valamelyik ilyen orgánumban, a pont az ez a lényegen. Más orgánumokkal szembesíts velünk. Elhiszitek azt, hogy hazaküldtek olyan embert, mert nyilván, ha ilyen lenne, megírnánk ugyanúgy. Hazaküldtek olyan embert, akinek utána fekete piacon kell oxigént, meg infúziót szereznie, mert a Facebookon ilyen állítások lehet. Példát mondok neked, most a mai nap olvastam nálunk, szerintem nem is tették ki a kollégák, tehát olvasói levél, névvel, címmel, mindennel, 60, nem tudom, 5 éves férfi demens állapotban, tehát leépült állapotban, édesanyja 91 vagy 92 éves, benn van hónapok óta a kórházban, kemoterápiával kezdik, nem tud lábra állni, és egyiket hazaküldik, másikat beengedik, és egy ilyen ekkora levél van, szívesen mutatom nektek, és nem tudják, hogy mit kéne itt csinálni. Ilyen is van, de ettől még lehet mondom olyan, akit amúgy haza kéne küldeni a családjához, mert a családjának legfeljebb kényelmetlenséget okoz az, hogy a papa alatt cserélni kell a pelenkát, de mondom, a 60 ezerből 36 ezeret felszabadítani, az elképesztő. Szilveszterre elmész a csajoddal vacsorázni, a zsebedben van mondjuk 20 ezer forint, egy közepes helyre elmentek kajálni, akkor te nem fogsz elvinni 200 ezer forintot, mert hát ha nem tudom, 22 markot megérni a lány. Ez a tízszeres, ez a fogértelme. Ez a tudja, hogy vacsorázni jár valaki. Egyébként elvihetnéd. Jó, de azért nekem elvihetnéd a fazonát. Ez most tök más szél. Elvihetnéd különben. De ugye nem arról van szó, hogy neked nem van a szekrényben még 200 ezer forintot, hanem arról van szó, hogy nincs benne a szekrényben a 200 ezer forintot. Feleségedét veszed, 20 ezer forintot, mert itt meg ugye az van, ezeken az ágyakon fekszik valaki. Ezeket az embereket el kell onnan küldeni. Erről van szó, és ugye azt nem lehet tudni, illetve szerintem lehet tudni, és erre utal a DK nyilván némiképpen költői túlzás, hogy ezeket küldenek a halálba. Nyilván lesz olyan ember, és mondjuk Lantos Gabriel is arról. Kérek, lehet, hogy nem tudom, 1 millióból egyes. Esetben igen, de egyébként ez teljes képtelenség. De hazamegy, elesik, összetöri magát és meghal. Lesznek emberek. De most hiszel egy minisztérium a közleményben, de nem ez a helyzet. Hogy ez most egyszer befejezett, hogy egy mondatot végigmondod? Igen, bocsánat, eddig még nem sikerült a betegeket. Tehát azokat küldik haza, akiket haza lehet küldeni. De te idézed szolgai módon a minisztériumi közleményeket és hiszel nekik. Mi meg konkrét esetekről tudunk. Ráadásul nem is szolgai módon, mert az én édesanyám orvos, és pont a Székesfehérvári kórházban is dolgozik, ahol Csernavölgyi főigazgató urat eltávolították. Tehát meglehetősen nagy leállása van, és tőle is tudom, hogy aki tényleg olyan ellátás, azt nem küldhetik haza. Tehát ezt jogszabályok is, törvények is tiltják, és egyébként az orvos-etikai szempontból is megvalósítható. Ezek szerint az összes eset, amivel mi találkoztunk, amit a Józsi mond, hogy az nem embert haza, az lépjünk tovább, annyival, ha megengeditek, mert hogy a drága műsoridő. Egy mondatot hadd mondjak, lehet, hogy feloldja ezt a problémát. Ugye mindenki... Nem, már erre jövök most. Mindenki 36 ezer ágyról beszél, hogy miért kell annyit felszabadítani. Kizárt, hogy Magyarországon annyi beteg lesz, ezt mindenki tudja. Te is tudod. Leméljük. Te is tudod. Nagyon jó. Az a helyzet, hogy nem ágyból van hiány, hanem ápoló személyzetből. Azért kell a betegeket kiküldeni, mert 5000 ágyra sincs elég ápoló személyzet. Ez a probléma. Lucsán kormány alatt hány ezer ágyat szüntettek meg? 17 ezeret, jól tudom? Csak egy példát mondsz, akkor tájékozódjatok a gyurcsákhoz. Azt azért tudom, hogy tavalyi az első témaváltás, év, amikor, meg egy mondat, a tavalyi év az első, amikor Magyarországon a rendszerváltás óta a GDP 7%-a alá süllyedt az egészségügyre fordított részarány. Ezzel nem tudok mit kezdeni. Hát pedig amíg nem került be a kórházba, de nyilván nem is tudsz fel mit kezdeni. Ugye az viszont jól látható, és lehet, hogy Gyurcsányék fejében is volt ez, de ugye annak idején még a népszavazással ezt megvétózta a Fidesz. Látható
most az a cél, hogy a közegészségügyből, a TB által finanszírozott egészségügyből minél több embert átterelni, akinek van pénze. A magánegészségügybe. Egészségügy, ahova most 100 000-eket át lehet terelni. Ez a hosszú távú cél szerintem. Tehát a kórházi ágyszám, Gergő, a kórházi ágyszám csökkentése mögött is szerintem ez is benne van. A 10-szeres vagy 6-szoros túlbiztosításban ez is benne van, hogy levenni az állam válláról azt a terhet, hogy mindenki... Ez a reflex, hogy a kormány bármilyen döntése mögött valami más sejtetek. Ez a probléma. Na, lépjünk tovább, ha megengeditek, mert van még egy csomó témánk, és vannak olyan politikusok, mint például Szabó Tíme, a Párbeszéd képviselője, aki tehát nem zavarnak, vagy nem kötik le ezek a viták mondjuk az indokolt felszabadítandó ágyak számáról, hiszen őt az zavarja, hogy néhány 10 000 darab, ha jól mondom a számot, maszkot osztogattak szét határon túli magyarok között, abból a 60 millióból, ha szintén jól idézem a tételt, amit Magyarország megrendelt. Egyetértetek Szabó Tímeával, aki sajnálja ezt a kevéske maszkot a határon túli magyaroktól? Ráadásul nem is magyaroknak nevezte őket, hogyha jól idézem fel mindenféle állampolgárokat idézete? Szó szerint azt halljuk, Kolozs megyében kaptak 21 ezer maszkot, Maros megyében 60 ezeret, Beregszázban, Csíkszeredában, Kovászna megyében, Zilahon, Horvátországban, Macedóniában, és itt kezdett tapsolnia. Kormánygépezet, de közben tudod beszélni, Szabó Tíme, kérlek, folytasd a mondatot, Józsi, hogy folytatódik. Tapsoljanak csak, hogy ezekben az országokban. Ezekben az országokban, tehát amikor a határon túlélő magyar közösségekre azt mondjuk, hogy ezekben az országokban, most nem Macedóniáról és Horvátországról beszélünk, nyilvánvalóan ő sem erről beszél, amikor mondjuk Kovács. Amikor Macedóniát mond, akkor nem arról beszél. Magyarok laknak, tehát azok elszakított területek. Ezeknek a jogi státusza mégiscsak ország, tehát nem mondhatta azt, hogy terület, mert ezek országok. Hát, de akkor itt a fontos szám, József felolvasta azokat a számokat, amiket humanitárius segítségként a magyar kormány határon túli magyaroknak és néhány baráti országnak elküldött, tehát itt pár ezer, ott pár ezer. Szijjártó Péter tegnap jelentette, hogy eddig 73 millió darab maszk érkezett az országba, bár az is igaz, hogy ezek egy részét tartalékolják, hogy Bangóniék felhívták rá a figyelmet, ezek raktárakban várják a járvány esetleges rosszabbra fordulását. Az a helyzet, hogy Macedónia több maszkot kapott a magyar állami készletből, mint Budapest főváros, ez nehezen összeegyeztethető, nekünk Magyarország az első mottóval, ez az én fejemben nehezen összeáll. De ez megint kamó, hát miért ne kapta volna meg Budapest? Az, hogy Karácsony Gergely nem vette át ezeket a védőeszközöket, az megint más történet. Oda kell menni, és át kell venni, de egyébként a központi raktárakban ezek elérhetők, és amikor ti például mindig a humanitárius segítséget kéritek számon más helyzetben, nem pandémia idején. Akkor a balliberális médiumok a humanitárius segítséget kérik számon, akkor ebben a helyzetben miért ne lehetne segíteni? Különösen elsősorban egyébként a határon túlélő magyar közösségeknek, utána pedig azoknak az országoknak, akik ezt igénylik. Addig, amíg a főváros nem kapja meg, hogy a Magyarország, ami nekünk az első lakosságának 20%-a. De megkapja. Most akkor megint nem tudjuk innen folytatni. Figyelmetekre Alavány kollégám múlt heti élményei alapján írt riportját, ő rosszul lett és bekerült egy kórházba, ahol elvégezték rajta a vírustesztet, megírta az éjszakai élményeit, és hogy hány emberrel látott, és milyen minőségű maszkot látott, és milyen minőségű védőfelszerelésben, és milyen módon karantén arra zárt, vagy elzárt kórházi részekben, középkori állapotok között vizsgálták őt meg. Amiben igazatok van egyébként, hogy Szabó Tímától nem volt szerencsés az, hogy határon túli magyar településeket hozott be ebbe, mert ez egy érzékeny, ez nyilván itt a maszk küldésének, a nem tudom, 60 ezer maszk küldésének Beregszászra, meg Csíkszeredában, meg Maros megyében, annak ott helye van. Már csak a gesztusérték miatt is helye van, pláne, hogyha Magyarországon van 80 millió maszk. Viszont az, hogy küldünk 100 ezer maszkot, meg 5 ezer védőruhát Macedóniába, miközben mondjuk azokban a budapesti, vagy abban a budapesti kórházban, ahol az én Balavány kollégám benn volt, egyébként még fotózta is a helyzetet az arcok kitakarásával természetesen, ott nincs megfelelő védőruha, az viszont nincsen rendben. És ezért azt gondolom, hogy amikor a Szijjártó meg Orbán azzal
azzal nem tudom, büszkélkedik, hogy a környéken hány országban küldött Magyarország segélyszállítmányként, vagy nem tudom, micsodaként maszkokat, meg védőruhákat, az nincsen rendben addig, amíg Magyarországon, Budapesten, meg vidéken nincsen kellő számú és minőségű védőmaszk. Egyrészt ez nem így van, másrészt egy néhány perc ezelőtt elmondott saját mondatodat fordíthatnád meg ebben a helyzetben, ugyanis akkor azt mondtad, hogy mi szükség van 36 ezer ágy kiürítésére, miközben a járvány nem fogja ezt a szintet elérni. Teszem fel, tehát most én vagyok Nagy József magyar hangja, ha megengeded, mi szükség van 80 millió maszkra Magyarországon, miközben a járvány soha nem fog odaig eljutni, hogy 80 millió maszkra szükség legyen Magyarországon. Tehát ebből a készletből, bocsáss meg, miért ne segíthetnénk másoknak? Hogy a magyar orvosok és egészségügyi személyzet kapjon. Mindaddig, amíg egyetlen magyar orvos, ápoló és egészségügyi személyzet mentős, megfelelő védőfelszerelés nélkül kell, hogy dolgozzon, addig vállalhatatlan Macedóniába küldeni védőfelszerelést. Ez fikció, hogy kell, hogy dolgozzon, mert meg vagyok győződve arról, hogy megfelelő védőfelszerelés. Hát te meg vagy győződve róla, aki meg ott volt, az más tapasztalat. Jó, hát én azt mondom neked, hogy én csak olyat látok, akár a tudósításokban, vagy a híranyagokban, hogy mindenki állik felfegyverkezve maszkokban, úgyhogy nekem nem mondjátok azt, hogy egyébként arról mit gondoltok, hogy ugye most a kórházaknak nem a koronavírusos betegeket ellátó részéről beszél. Próbáltatok ti már mondjuk egy PP3-as maszkban egy napot eltölteni? Hát levegőt nem lehet benne kapni. Tehát csak én is voltam interjút készíteni ugye egészségügyi intézményben. A bejáratnál minden betegnél lázmérés, és akinél nem volt gumikesztyő. 34 fokot mutat még a miniszterelnök is. Bocsánat, ez így van. Gumikesztyő és szájmaszk minden belépő betegnek. Nem, hát tudták, hogy megyek. Szerintem jó, ez is egy verzió, hogy direkt nekem állítottak ki. Három medikust, meg két nővér. Nézd meg valamány kollégám riportját. Az is igaz, hogy bent a nem krónikus, tehát vagy nem koronavírusos részen dolgozó orvosok nem mindenki hordta a maszkját, mert hát egész nap azt mondják, nem lehet abba dolgozni. Az a lényeg, hogy kívülről ne vigyék be a betegséget. Tehát ti el tudjátok képzelni egyébként, akár amit a Józsi mondta, hogy az kamu, tehát direkt nekem állították oda, mondjuk az a szintén. Az a helyzet, hogy benn van a betegség a betegekkel, Gergő. Nagyjából a koronavírus... A Balavány járvány kórházban volt koronavírusos betegek között? Igen, volt? Igen, és ott azt mondta, tehát koronavírus gyanús betegek közé vitték be, ott tesztelték, és azt mondta neki az orvos egyébként, hogy nagyjából 10%-a pozitív a teszteknek. Tehát, hogy ott bemész, ha ott te orvos vagy, akkor te találkozol, mindenféleképpen találkozol koronavírussal. Magyarán föl kell vedd a maszkot, mert te mindenképpen találkozol vírussal, és aki olyan betegén be, aki meg nem fertőzött, csak fertőzött gyanús, aztán később a tesztje igazolja, hogy nem volt fertőzött, az tőled, mint orvostól, ne kapja meg a vírust. Ezért kell fölvenni a maszkot. Az a helyzet, hogy most ez a vita egy kicsit úgy alakult, hogy hiedelmeket, meg hiteket ütköztetünk tényállításokkal. A Jóska állítja azt a tényt, hogy az ő kollégáját fertőző osztályra vitték, ahol nem volt megfelelő védőfelszerelés, én magam is találkoztam ilyen esettel többel is. Ti meg azt mondjátok, hogy de hát ez nem lehet. Hát erről az jut eszembe, hogy bele volt írva a könyvünkbe, történelmi könyvünkbe, hogy a kommunizmusban sokkal jobbak a kórházak, mint a kapitalizmusban. Azt nem voltak jobbak, van, aki a tankönyvnek hit, van, aki meg a tapasztalatainak. Én hajlamos vagyok a tapasztalatainak. Tudjátok képzelni, hogy 67 millió maszkon ott ül Szijjártó Péter, és nem küldik ki a kórházak. Milyen szépen lekommunistázta kert kollega az Orbán rendszer. De hát ez nem a Rákosista híradó, tehát ti is tudjátok, hogy ez nem így van. De most mi nem így van? A köztévi híradó. Nem a köztévi híradó. Pont Merkeli Béla professzor mondta el, az egészségügyi intézményekben is megvan a protokoll. Vannak a szürke zónák, a vörös zónák és a zöld zónák. Pont a járványügyi ellenőrzés után, és amit a Józsi mondott, az tökéletesen úgy van, mindenkire ráadnak egy maszkot, pont azért, hogy egyrészt kívülről ne lehessen bevinni, meg a bentieket is védjék az egészségügyi személyzetet, a kórházban, az intézményben tartózkodókat. Nem tudsz egy bankba bemenni, úgyhogy ne kéne kitölteni egy komplett dokumentációt, hogy nem voltál lázas, nem kők, stb. Jó lesz. Jogos volt Macedóniába küldeni, bankokba ki kell küldeni a papírt, minden. Nagyon helyes, hogy meggyőztetek. Szerintetek 67 millió maszkon csücsül Szijjártó Péter, és ezért nem volt szabad a 170-et csak kiküldeni. Jó. Nem állított be senki, hogy a Szijjártó bármint csücsül, azt állítottuk,
azt a véleményt fogalmaztuk meg, hogy szerintünk nem helyes addig idegen országokba, és most természetesen nem magyar adta területekről beszélünk, ajándékba védőfelszerelést küldeni, amíg Magyarországon vannak olyan egészségügyi intézmények, ahol hiány szenvednek ebből. Szabó Tímea, most ugye arról beszélünk, hogy Szabó Tímea micsoda egy mocsok nő, mert hogy sajnálja a határon túli magyaroktól a maszkokat, de ugye nem tudjuk, hogy igazából mit akart mondani Szabó Tímea, hiszen Szabó Tímea az a... Rá kell nézni Szabó Tímea múltjára. Szabó Tímea azt mondta, hogy akkora kitapsolták magukat, szeretném elmondani, hogy a központi állományból védőfelszerelés a megyei kórházba háziorvosi rendelőkbe érkezett 19 pár. És itt Kövér László nagyvonalúan lekapcsolta a mikrofonját Szabó Tímeának ezzel a pikét megjegyzéssel. Köszönöm, képviselő asszony, sajnos az ön által kiváltott viharos tetszés nyilvánítással nem tudtam mit kezdeni. Nagyon csodálkoznék a magam részéről, ha ti be tudnátok mutatni azt, hogy van olyan kórház Magyarországon, vagy intézmény, ami nem kapta meg a szükséges védőfelszerelést. Ha ti ezt tudjátok produkálni, akkor én megemelem a kalapomat. Ugyanis, amiről jó hívja beszélsz a Balabány esete, az megint más, mert hogyha valaki... Autentikus személy. Országgyűlési képviselő. Hát ez egy tragédia. Nagyon meggyőzőek az érveim. Meghajt. Nagyon nem mindegy, hogy a kire hivatkozott, ki a forrás. A múltja az igen. A múltját az egy rejtély. Na jövünk a témát. Meg biztos. És a jelene. A jelene katasztrófa. Nagyon meggyőző vagy. Váltsunk témát. Csak a Balaványra ad egy mondatot. Mert ott azért más a helyzet, én hiszek neked, Józsi, őszintén. De hogyha valaki bekerül betegként egy intézménybe, és ott ezt tapasztalja, amit te mondasz, ott lehet szabályszegés, tehát hogy az egészségügyi dolgozó megkapta ugyan a védőfelszerelést, ez rendelkezésre áll, de mondjuk nem tudom, nem volt rajta éppen maszk, mert fáradt volt, nem vette fel, levette, előtte mosdóban volt, de abban én egészen bizonyos vagyok, és nagyon kíváncsi vagyok majd a ti cikkeitekre, hogy van-e olyan intézmény Magyarországon, ami nem kapta meg a védőfelszerelést. Biztos vagyok benne. Én egyébként azt gondolom. Folytassuk talán azzal, hogy annak idején Rákosi Mátyás még nagyon keserűen állapította meg, hogy 9 millió fasisztával nem lehet kommunizmust építeni. Brugg Gábor előtt megnyíltak a távlatok, és látszik már a fény az alagút végén, hiszen ő azt állítja, hogy a Népszavában a legenda szerint ezt mondta. A legenda szerint értem. Én 9 millió fasisztát. Én 10 millió. Ez milyen forrás? Nem mint a Rákosit védeni szeretném. Csak rá kell nézni Rákosira, világos, jó, akkor mehetünk is. Meg a múltjára, így van. Ez szóval, egy régi legenda, nem voltam ott, amikor Rákosi Mátyás ezt mondta. Minden esetre Brugg Gábor, az MSZP-SZDSZ kormány nagyon támogatott kommunikációs főnöke, aki Bárdosékkal és sok neves tévés személyiségekkel televíziós médiaiskolát alapított, aki rengeteg közpénzt vehetett fel annak idején a Demszki vezette Városházától, a Szójer Miller Group élén és a 4-es metró projektből és sok minden másból. No most ő megszólalt, és azt írta egy nagy-nagy népszavabeli publicisztikában, hogy 2022 kettős pont Orbán legyőzhető, és ezt arra alapozza ugye az állítása szerint, hogy a Fidesz szavazói olyan gyűlölködő, krokodil agyú gondolkodásra képtelen semmire kellők, akiket most már le lehet gyűrni. Így mondta szó szerint? Írta. Hol mondta ezt szó szerint? Hát a népszava.hu. De te most idéztél egy mondatot, az hol van benne ebben a szövegben? Segíts már nekem. Itt van, segíts megkeresni. Krokodil agyú semmire kellőkről beszél. Milyen van egy krokodilnak? Hűlő agya, de azt tényleg részletezi. Nem tudok mit kezdeni ezzel a képviselővel. Az agyi fejlődésnek az első szakaszának nevezi ezt a krokodil agyat, úgyhogy ez való, de mindjárt megkérdezik. Akkor ez olyasmi lehet, mint a Szabó Tímea nevű biológiai képződmény a Magyar Nemzetben? Nem olvastam. Annál sokkal súlyosabb volt, amit Szabó Tímea létezik. Azt hiszem, hogy... Az én világom a kocsmától a templomig terjed, és nem érdekel, hogy mi van ezen kívül, nem érdekel a szomszéd falu, a szomszéd város sem, és Brüsszelig egyáltalán nem látok el. A nagy és tanulatlan szavazótábort a lelke mélyén csak az izgatja, hogy közvetlenül érinti-e a személyes vagy családi biztonságát a kormány egy-egy döntése, és akkor majdnem itt van. Majdnem pontosan idézel, Gergő, de azért... Na...
Az Orbán szavazóinak többsége elszigetelten bezárva él, leginkább vidéken, és úgy 100 év választja el őket Európától, írja Brook, és még a krokodilokig nem jutottam el, de hagyd ne olvassam már fel a részt. Jussunk már el addig, hogy értsem. Tegyek fel nektek egy kérdést. Jussunk már odáig. A Brooknak ezt a cikkét vagy elemzését végig tudtátok hahotázás nélkül olvasni? Nem, én szörnyűködtem rajta. Amit Brook ír, az egy fasság. Egyetlen. Ez egy ostobaság. Akkor megvan az első konszenzus. Mert hogy a másodiknak azt tekintem, hogy... Bocsáss meg, tehát, hogy amit ír, az nem csak azért egy fasság, hogy kicsikét Jeszenszky távollevő, Jeszenszky DJ szókészletével, élő műsorokban használt szókészletével éljek, nem csak azért fasság, mert egyébként nem igaz, hanem azért is, mert hogy ezt innentől 2022-ig, vagy még tovább is rá fogják borítani arra az oldalra, a Fidesz oldalról ezt az állítást, akinek ő egyébként segíteni szeretne. Ez nem igaz. Nem igaz, hogy a Fideszre csak primitív emberek szavaznak. Az igaz ebből az egészből, ami a mélyén van ennek az egész állításnak, hogy a Fidesznek valóban arról szól a politikája, hogy ebből a 10 milliós országból, ahol van 8 millió választópolgár, itt ebben a Fidesz által átalakított, valamennyire torz, de egyébként demokratikus választási rendszerben elég 2,8 millió szavazót úgy megszólítani, hogy őket biztosan el tud vinni szavazni, és ha emellett azt el tudod érni, hogy a veled szembe lévő tömb az legalább ketté váljon, tőled jobbra is, meg balra is legyen valaki, akkor ebből a mostani választási rendszerben kétharmad van. Amit Orbán Viktor csinál, szerintem, és innentől eddig ez tény volt, innentől pedig az én véleményem, amit Orbán Viktor csinál az, hogy ezt a 2,5-2,8 millió embert folyamatosan ellenségképnek a felrajzolásával, fellagyításával, létező ellenfeleknek az ellenségi sokszorosára való fellagyításával tűzbe lehet hozni, és önmagát kínálja ezekre a problémákra, a migránsoktól Soroson, Brüsszelen keresztül, most már ott, hogy a saját pártcsaládjának az elnökét, Donáldzok, és valós reflekció. És nincs igaza. Józsi, te állandóan megpróbálsz engem megmalmozni. Majdnem 3 millió embert kell elvinni, mindenképpen szavazni. A többi nem érlek ki Orbán Viktor. Ha ez a 2,8 millió embert elviszi, onnantól megvan a kétharmad. De már elbizonytalanodtam, hogy hülyeséget idéztem, de megnéztem neked pontosan, hogy az internetes verzióban... Nem az egyet értesz, Gergő? Az internetes verzióban hogy jelent meg? Így jelent meg, tehát amikor ugye, amit előbb olvastam, az a rész, hogy hogy az egyszerű, aki a templomtól nem lát tovább, és az sem érdekli, mi történik a szomszéd faluban, és utána ennek az embertípusnak a jellemzését elkezdi Brook az internetes verzióban, és ez így folytatódik a Népszaván, hogy először a primitív hüllő agy fejlődött ki. Hívhatjuk ezt krokodil agynak is. Ez elsősorban a túlélésért felel, és erős érzelmeket generál. Aztán a középső agy alakult ki, stb. Tehát így írja le, hogy melyik fejlődési szinten rekedtek meg Orbán Viktor követői. Nem. Ha olvasod tovább, Gergő, akkor azt fogod látni, hogy ez egyébként, amit itt felolvastál, ezek biológiai tények, hogy így épül fel az ember agya, így Orbán épül fel az evolúció, és azt mondja, úgy kerül ide, egyébként ostromán mondom még egyszer, úgy kerül be ide Orbán Viktornak a szavazótábora, hogy az ember, te is, mindannyian, akik itt vagyunk, először, amit hallunk, először a krokodil agy, a hüllő agy lép működésbe, amikor hallasz egy információt. És minél műveltebb vagy, minél tanultabb vagy, minél feljebb vagy ebben az evolúciós valamiben, annál differenciáltabban tudsz gondolkodni. De az Orbán 2022-ben legyőzhető című írásban. Abban a fejezetben, hogy kifejtik, hogy milyenek a Fidesz szavazók. Úgyhogy ha ellenséget felépítesz, és nagyon felfújod magát az ellenséget, akkor az emberek azt gondolják, hogy őket gyorsan védje meg valaki, egyetlen mondat még tényleg. Nézd meg a legutóbbi országgyűlési választások a statisztikáját. A legnagyobb arányban 99,7 meg ilyen százalékokkal ott nyert a Fidesz. Ott hatott a legjobban a migráns kampány, ahol a legszegényebb emberek, tisztán cigány emberek élnek, és ők mondták azt valahol Borsodban, meg nem tudom, a Viharsarokban, meg Szabolcsban, hogy úristen, ide ne jöjjön be egyetlen migráns sem. Videó riportok vannak erről, gyerekek. Ez így működik. Ez az Orbáni politika, ez a politika világa. Igen. Maga, amely a legegyszerűsített üzeneteket próbálja eljutatni a választókhoz, hiszen pont ez a választásnak a lényege, hogy már beszéltünk sajnálatos módon a demens emberektől, aki szavazhat, választójoga van, tehát egy demenshez ugyanazt az üzenetet kell eljutatni, mint a magyar tudományosokat.
akadémia elnökéhez. Ugyanaz, tehát itt van a lényeg, de Brugg még ebben is hazudik. Tehát még ebben is hazudik, mert még akkor sem így működik. Ráadásul én ott vesztettem el a fonalat, és ott akartam feladni a cikket. Első mondat, Orbán nem tud választást nyerni. Így kezdik Brugg. De ezt idézem még Brugg apropóján, hogy azt írja Néző László a Magyar Nemzetben, ahol szó szerint idézi egyébként ezt a három magyart, amiből ugye a fideszesek... Nem, a fideszesek ugye leragadtak az elsőnél a hüllőagynál. Hozzáteszi Néző László, hogy én azt hiszem, hogy a három stációt megelőzi egy mínusz egyedik, a Brugg agy, írja ő. És egyébként itt hagyj kérdezzek rá arra, hogy szerintetek értelmi képességei tekintve a Karácsony Gergely szavazói között állítólag nagy számban felelhető budapesti lumpen réteg intellektuálisan alacsonyabb vagy magasabb szinten van-e, mint mondjuk az a vidéki szavazó réteg, aki mindenféle segítség nélkül, vagy a jó része segítség nélkül háztáizással, rengeteg munkával felépítette a családi házát, és túlélte mondjuk a Kádár rezsim nyomorúságát. Ki lehet ezt jelenteni, hogy a budapesti szavazók azok általában véve nem krokodilagyúak, és sokkal okosabbak, és ha te mondod, az Orbán szavazói meg a migránsozást beszívják, és csak a kérdésre. Most mondtam, hogy fasság az előbb. De azért megerősít, vagy nem úgy éreztétek, hogy József megerősítette azt, amire azt mondta, hogy fasság? Nem. Elmondta, mit mondott, De akkor hogy jönnek ide a migránshozó romák? Igen. A migránshozó romák, akik Orbán szavazói szerinted, most hogy jönnek próbáljátok, ide? Azt próbáljátok velünk védetni azt az állítást, amit senki nem tett meg, hogy a Fidesz szavazói hülyék, a másik szavazók meg okosak. De a Brugg ezt tette. Nem a Brugg, nem ezt. De szó szerint le is írta, az a probléma a Brugg. Majd egyszer elmondom én is, hogy mire gondoltam. Nagyon jó, mindjárt befejezheted, egy mondatot szeretnék mondani. Az a probléma, hogy Brugg a klasszikus SZDSZ-es mentalitással végülis mucsaiaszta le, hogy korábban ez volt a divat a 90-es években, a választópolgárokat. Ez a probléma. És leginkább, ez egy nagyon komoly probléma. Nem szabad a választókat megsérteni, nem szabad, legyen az baloldali vagy jobboldali, soha nem szabad. Tehát például azt leírni, hogy Szabó Tímea nevű organizmus tudományos jellemzése, az nem probléma. Nem én írtam, ettől függetlenül a véleményem Szabó Tímeáról az, hogy nem való a közéletbe, és nagyon fontos lenne átvilágítani őt nemzetbiztonságilag, hogy... Nem, mi derül neki jól a buta? Az nem tudom, nem. Egyébként ez biztos. Komolyan kérdezem, nem tudom, figyeltétek-e, hogy ugye éven át van világítva? Nem tudom, figyeltétek-e, hogy az elméletileg... Az a Szabó Tímea, aki korábban elbüszkélkedett azzal, hogy Afganisztánban egy kormány buktatásához hozzájárult, hogy hozzásegítette, és ott aktivistaként működött, és létezett, és külföldi nemzetközi szervezet, ki kéne derítani, kicsoda? Aktivistaként nemzetközi szervezet jó voltából, és egyébként ti azt elhiszitek, hogy mind a négyetekhez szól az a kérdés, hogy a Szabó Tímea önéletrajza szerint, ha jól emlékszem, hogy abban az áll, hogy talán turistaként vagy diákmunkásként volt kint Amerikában, amikor elolvasta a Harvard Egyetem hirdetését, miszerint külföldi keresnek ilyen agressziókezelő posztgraduális képzésre. Ő a hirdetés alapján egyből jelentkezett, és nem sokkal később már Afganisztánba találta magát, ahol a kibontakozó új afgán kormány segítette a agressziókezelésre. Elég neked erre. Kérdezem. Hát elmondom, az a megoldás, hogy Szabó Tímea múltját föl kellene dolgoznia, de az illetéket. Az állításod? Az állításom Szabó Tímea az, a Mossad ügynöke, vagy nem tudom, vagy, hát vagy nem vagy tudom, vagy de valakinek az ügynöke. Én azt mondom, hogy Soros ügynöke. Valakinek. Szabó Tímea nem való a magyar parlamentben. Attila, te mondjuk kint, világjárt ember vagy. Kint turistáskodsz New Yorkban. Olvasod a New York Times. Ugye a demokráciának az a szabálya. Választó polgár választja meg, egyértelmű. Hogy aki benn van a parlamentben, azt a szavazók döntik el, és nem ami magas. Ez eddig rendben is van, csak az alkotmányban benne van az is. Máltán felkapaszkodni 0%-os pártként és bejutni. Tudnék én ilyen, mert a kormánypártok sorában is nem tennék 0%-os pártot. Tehát például nagy szerencsédre tényleg sok felé járhat. A KDNP soha nem mérette meg magát önként. Egyszerűen a New York hirdetésében elolvasod diákként, turistaként, hogy agressziókutatókat keresnek a Harvardra, és
jelentkezel és egyből felvesznek. Milyen végzettsége volt akkor Szabó Tímának? Szerintem volt egy bölcsész diplomája. Egyébként Szegedi Tudományi Egyetem végezte, média szakot végezte, amit én. Ne, azt később végezte szerintem. Figyelj, én szerintem az... Egyébként nekem csoportársam is volt ráadásul még a JTB-jemin, de szerintem akkor, amikor ő erre jelentkezett, akkor neki volt bölcsész diplomája, volt nyelvtudása, és az ENSZ és különböző nemzetközi szervezetek írnak időnként pályázatokat, hogy ki lehet menni Afganisztánba. Kiképzést is, egészen bizonyosan kapott valami kiképzést. Nem tanfolyamról gondolom. Én nem jelentem föl, nehezen lehet elengedni, szerintem a választók elengedik őket. Kinek dolgozik? Kinek dolgozik? Magyarország érdekében dolgozik, ez egyért megkérdezni, hogy nem tudok-e Szabó Tíme a mai vitaindító felszólalását a klímavészhelyzet kihirdetéséről indítványozó párbeszédes törvényjavaslat mellett, ugye ő tartatta meg ennek a vitaindítóját a parlamentben, ahol egybeszédben elmondta azt, borzasztó klímaváltozás zajlik, és Orbán Viktor hazugságaival ellentétben Magyarország ennek a klímaváltozásnak az egyik legnagyobb vesztese lehet, élhetetlené válhat néhány évtizeden belül Miskolc és Debrecen éghajlata, nyaranta végig 40 fok fölött lesz a levegő, stb. Stb. És elmondta azt is, ugyanebben a felszólalásban, hogy mivel Mészáros Lőrinc ellopta a nemzeti földvagyon jelentős részét, és vele együtt az öntöző vizeket is, Magyarország egy olyan sivatagos, életetlen helyé változik, ahol kialakulhat az a helyzet, és szó szerint kijelentette, ahogy a koronavírus minden más helyszínnél jobban terjed, példaként hozta, hogy már most látjuk, tehát tartunk a Mészáros Lőrinc által előidézett sivatagoknál, hogy már most látjuk azt, hogy Magyarországon a legnagyobb a halálozási ráta a koronavírus miatt, ami nem lehet más miatt, mint hogy a klímaváltozás sújtotta térségeket, a koronavírus is jobban sújtja, mondta el ma Szabó Tíme a parlament. Ha átküldted volna, hogy ezt is nézzük meg, akkor megnéztem volna, mivel nem küldted át, fogalmam sincs, hogy mit mondott a parlament. Mondjuk a képviselő asszony okfejtését életszerűnek. Az okfejtését se láttuk, te látod az okfejtést? Nem láttam. Higgyetek, nekem befogom, nincs elég. Nekem nem az a helyzet, amikor iszek neked. Folyamatosan olyan lózungokat mond, amelyeket rárepül a baloldali sajtó, és ez mint forrásként jelentkezik majd a külföldi médiában. Ez az ő szerepe. Ő a forrás, hogy a parlamenti képviselő asszony azt mondta, hogy, és ez megy körbe, ez a dolga. Ennyi, meg is fizetjük. Ezért kapja a fizetését, de nem tudjuk, hogy ki. De nem tudjuk, de tudjuk kikről, nem tudjuk, hogy ki. Tudjuk, hogy ki. Szeretitek a szó szerinti idézetet, úgyhogy közben megkerestem nektek. Nem szeretném az a helyzet, hogy nem szeretném. Szóval, amit a Zoli mondott, hogy a nemzetbiztonsági vizsgálat... Nem szeretném én se a Brugg Gábornak, se a Szabó Tímának az ügyvédő. Viszont ez fontos, mert erre válaszolhatnátok nekem. Jurák Kata kolléginám írta meg a pestisrácok.hu-n, kik vagytok ti külföldiek a magyar politikában. Ez egy oknyomozó cikk sorozat. Része Szabó Tíme, a következőt, csak hogy, és egyébként az életrajzából idéz, tehát még mielőtt az a gyanú érne minket, egyébként úgy vezeti fel Jurákat, hogy egy James Bond film női szereplőjét is mintázhatnák Szabó Tímáról, ugyanis hogy kerül egy magyar lány Amerikába, majd rövid időn belül Pakisztánba, hogy vesz részt egy afgán kormány megbuktatásában, majd miért költözik Kabulba, hogyan segítkezik civil szervezeteknek nyomást gyakorolni politikai erőkre, majd az afgánokat otthagyva, akikbe egyébként saját állítása szerint beleszeretett, hogyan landol végül Budapesten a Helsinki Bizottság tagjaként, majd tűnik fel a humanista párt képviselőjeként. Egyébként Amerika, Pakisztán, Kabul, Afganisztán, Helsinki Bizottság az életutaz. Ez a példaérték életut a CIA-nél például. Nem tudom, hogy ez mennyire publikus, nekem csoportársam volt, én nagyon kedveltem, és mai napig személyében kedve. A pár csávó lecsapta a kezedről szerintem. Nem, ez szó nem volt, akkor én már családos ember voltam, két gyönyörű szép kislánynak az édesapja, aki még most is két felnőtt nőnek az édesapja vagyok, tehát erről szó nem volt. De hogy amennyire én emlékszem, ő szerelmes lett, és az ő pasija dolgozott kint, és feleségül is ment a pasihoz, és úgy került ki annak idején Afganisztánban. Tehát, és ott... Egy gyönyörű filmes történet. Nagyon élénk a fantáziát. Volt egy jobbikos képviselő. Ő fotó nekem valaki gyerekeket szabni. Az előbb arról volt, hogy ez a szerencsétlen biológiai organizmus. Ez a nő, ez nagyon buta. Én ilyet sosem mondanám. Azt mondtátok, hogy nagyon
nagyon buta, és nem, ilyen buta nők ne legyenek képviselők. Ezt mondtam. Nem, nem, butának nem, gonosz. Nagyon gonosz, nagyon gonosz, és magyar ellenes, butának nem. Magyar ellenes. Na, de akkor lubickoljon mindenki egy picit így a vége felé. Mondjuk önként románnak lenni a románabbnál azért az szerintem erős. Ezt most mire mondod? A parlamenti felszólalására, ahol ugye... Románabb a románnál megy. Románabb a román. Hát amikor ugye Kolozs, meg Kovászna megye, meg Hargita megye, hogy oda mérkültek maszkokat, és ezeket leországozni, és gyakorlatilag önként románkodni, azért az nagyon... Csúsztatsz és karakterrombolsz. Ő nem azt mondta, hogy nem kell küldeni maszkot, meg védőfelszerelés, és ő azt mondta, hogy először itthon legyen rendben minden, és utána kerüljön akár külhoni magyarokhoz, hogy itt szerintem butaság, ami szerintem butaság, nincs itt minden rendben, ami butaság volt, hogyha ezt a macedónokkal hozza, akkor nem nincs rajta az a fogás, ami így egyébként volt rajta. Szerintem is, hogy mondtam korábban, kell a határon túli magyarokat segíteni, még olyan gesztussal is, aminek egyébként gyakorlati értéke lehet, hogy nincs, nem óriási, mert hogy jelezni kell a mindenkori magyar miniszterelnöknek, hogy ők hozzánk tartoznak, és nem csak a román állam figyel rátok, mint román állampolgárokra, magyar nemzetiségű román állampolgárokra, hanem mi, az anyaországnak a miniszterelnöke, meg az anyaország is figyel rátok, és gesztus gyakorlunk felétek, és vigyázunk rátok. Igen, és én úgy gondolom, hogy egy magyar országgyűlési képviselőnek is jeleznie kéne, hogy figyel a határon túli magyarokra. De nem azt mondta az, hogy ez a probléma. Egy dolog, tényleg megígérsz nekem, hogy majd, amikor ráérsz, megnézed Szabó Tíme a mai mészáros, lőrincezős... Ribliam lesz mindenképpen. Következő adásban megvitatjuk azt is. Folyóvizek lenyúlós, Magyarország sivatagos, koronavírusos Armageddon felszólalását, csak kérlek. Megnézem. Akkor utolsó témánk az, hogy a kollaboráns gén az örökölhető-e. Gondolunk ugye egy Donald Tuskra, aki nagy mellénnyel lenáciszta gyakorlatilag Orbán Viktort, amikor azt állította, hogy Orbán Viktor a náci rezsim jogrendszerét megteremtő technikákat és embereket is. Nem mondott ilyet. Jó, akkor szerinted mit mondott? Idézz kérlek szépen szó szerint. Te állítasz, idézz szó szerint. Végés után mondjad, hogy néz ki szó szerint. Tehát, tudjuk jól, hogy Donald Tusknak minden forrás szerint még maga Donald Tusk által is hümmögve megerősített források szerint ugye a Wehrmachtban szolgált a nagyapja, nem igaz, német megszállás igaz. Idején. Senki nem tagadja. Elegánse, hogy olyan ember nácizol le Orbán Viktor, akinek egyébként a kollaboráció a családjában ilyen-olyan mértékben, és ezen lehet persze vitatkozni, de feltűnik ez a kérdésem. Oké, az első felvetésedre ezt mondta szó szerint Tusk, a történelem során sokszor láthattuk, hogy a politikusok a hatalmuk kiterjesztésére törvényeket használtak, ez Németországban ismerős lehet. Biztos vagyok abban, hogy Carl Schmitt nagyobb büszke lenne Orbán Viktor. Ebben a semmifele lefasisztázás nincsen. Egyébként pedig. Hát ők készített elő Hitler hatalomra jutását jogilag. Az, hogy fasiszta, amit a Gergő Gergő ugyanezt a technikát amit Káros mit alkalmazott annak érdekében. De ezért előbb nem így fogalmaztál, te előbb a náci szót használtad. Ezt mondta, de nem mondta azt, hogy náci. Meghatározott a Németországra, érted? Németországban nácik voltak. De Káros mit ez a Dacskár, Káros mit 1945-ig hozzájárult a harmadik birodalom fennmaradása és a náci törvények létezéséhez és a náci uralomhoz. Tehát akkor ki nácizott? Hát Tusk kezdte a nácizást, nem véletlenül mondta ezt a nevet. Nekem az, hogy náci vagy fasiszta, az ő száját nem adta el. Egyébként pedig ugye, maga az ügy, az első kérdés, hogy egyébként számít az, hogy csak gyakorlatilag egy náci kormányzáshoz hasonlítom Orbán Viktor kormányzását, vagy konkrétan kimondom, hogy náci? Egyáltalán van ennek jelentősége? Ez ugyanaz. Hát végül is ugyanarra utalt, hogy nagyon finoman tett distinkciót. Az a problémám, hogy azt tűnt föl nekem, hogy általában az kiabál a legjobban, akinek a háza ég. Tehát picit megnézed Donald Tusk, nekem már nagyon régóta a bőgyönben van, hogy mi a csuda baja van neki a Fidesszel. Nem ezt mondtam. Mi a csuda baj? Hát kéne világítani a Tuskot szerintem. Nagyon köszönöm, nagyon jól mondod is. Lám, kiderült a nagypapáról, hogy... Mi derült ki a nagypapáról? Tessék, mi derült ki? Hogy besorozták a Wehrmachtban 44-be. Hát nem a Wehrmachtban, Soroszágban, a Waffen-SS-be, hát, az én híreim tudod, szerint. Wehrmachtban, köszönöm szépen, Wehrmachtban besorozták, de egy nagyon fontos különbséget kell tenni. Ott van egy fénykép, állítólag az hamis. Hát az hamis. Olyannyira hamis. Bocs, van egy fénykép,
amin állítólag látható Donald Tusknak a József Tusk nevű nagyapja. Ha ez a képével, akkor nem ő van rajta. A mai napig 2005 óta Lengyelországban vita folyik, és nem eldöntött tény, hogy ki szerepel a fotón, ugyanis most jöhetsz a Dózsa sztorival, csak ott az a más a helyzet, mert Prukpál lánya jelentkezett, hogy édesapám Prukpál van a fotón. Kezdve az a sztori megdőlt. Itt 2005 óta folyik egy vita Lengyelországban erről a fotóról, és a mai napig nem eldöntött tény, hogy József Tusk vagy más szerepel ezen a fotón. Hogy 2005 óta folyik egy karakterrombolás, ugye egy belpolitikai okból. Ugye az a fénykép 1939-ben készült, amikor még József Tusk javában Danzban volt egy vasútállomáson telegráfos. Sokkal később. Elnézést csak, mert annyi idő már nincsen. Légy szíves, kérlek, hogy csak maradjunk a tényeknél, mert teljesen elbeszélni, nincs értelme. Nem volt a dansz, a dancing volt. Ambrózi Áron hozzászóltak, hogy segít tartani a mikrofont, de nézzük azt a részét, hogy abban a cikkben, amit egyébként a lengyel sajtó is vitat azok az állításokban, és aztán azt, amit a Pestes Srácok írt, a Magyar Nemzet, az Origó átvett, abban nincsen szó arról, vagy nem az a állításnak a lényege, hogy azon a fotón a SS-ek körében mulatozó József Tusk látható. Ezt senki nem állította. Ugye a Szilveszter, vagy a Pestes Srácok Szilveszterát a beszerkesztett cikkében annyi látható, hogy oda tesszük a végére, hogy Schmidt Mária azzal szembesíti Tuskot, hogy itt van az a fotó, amely a választási kampányban önnel szemben vádként előkerült, vagy ön nagyapjával szemben. A cikk állításaival vitatkozzunk, kérlek. Tehát a fotóról senki nem mondta, hogy azon Tusk látható. Ez egy hiteles fotó, ami a német archívumokban ma is megtalálható. Ő rajta egy fazon, aki hasonlít a nagyfaterra, senki nem tudja, hogy ő az vagy nem. Nem sikerült se pro és kontra bebizonyítani. Áron, megkérjük, hogy ha már segít tartani a mikrofon, maradjon csöndben, mert nem halljuk. Nem a nagypapájára hasonlít, hanem a Tuskra. Jó. Ez egy fontos különbség. De nem hamis a fotó, ezt a németek is állítják. Egy 39-es fotó, ez az nagypapa, akkor még telegráfus volt a városi az állítás arról szól, ugye, hogy ne az a fotónak a dátuma sok esetben egyébként nem valós. Tehát az pont a háború miatt egyébként eltérhet. Erről is vita folyik, most én nem a fotót védem. Mert való igaz, hogy az alapállításokkal vitatkozzunk. Német egyedülás látunk. Aki én meg azt mondom, hogy itt az a fotó, én látom. Szerintem, aki ugye azt mondják, a bal elsőn ülő ember az a nagypapa lehet. Szerintem a jobb hátsó ülésen a te nagypapád van. Lehetne, nem? Jó, a másik lehet, hogy a Gergő nagypapája. A normalitás világára. És a jobb első meg a Zolinak a nagypapája van. Hát ez milyen állítás? Az eredeti felvetéshez, tehát a vád szerint, amit Tusk nem tagad, és senki nem tagad, hogy a német Wehrmachtba sorozták be az öreget. Ez pedig leti úgy, hogy kollaboráns volt. A lengyel vádak szerint kollaboráns volt, nagyon ritka az ilyen élettörténet, mint az övé, hogy állítólag ellenálló, aztán hirtelen Wehrmacht katona lesz. 50 ezeren voltak, akiket besoroztak, lengyel nemzetiségű embereket. Akkor tényleg, ha az életrajzáról van szó ennek a József Tusznak, 20 és 39 között egy vasútállomáson dolgozott, szeptember 1-én, amikor a németek ugye elkezdték a háborút, akkor a polgárait ennek a városnak, német állampolgárnak nyilvánították. Őt, József Tuskot letartóztatták, mint a német állam biztonságára veszélyes, fanatikus lengyel aktivistát, és még aznap kilakoltatták a házából, ez nem egészen kollaboráns eddig. Aztán elvitték munkaszolgálatra, Gestapo 941-ben kihallgatta, majd gyűjtőtáborba vitték, onnan 42 augusztus szabadult, 44 augusztusában kényszer besorozták másik 250 ezer pomerániai lengyellel együtt a Wehrmacht 328-as gránátos tartalék és kiképző zászló aljában. És 944. november 24-én, tehát bő két hónappal később dezertált, ennyi idő kellett, hogy meg tudott lógni a németektől, és a nyugati szövetségesek lengyel hadseregébe ment át. Ebben hol a fogás? Azt én nem tudom. Szabó Tímea valójában. Háború idején az elit hadseregbe, Hitler hadseregébe kényszersoroztak valakit, aki ott ellenálló volt, lengyelen ellenálló, és ő nem is akart részt venni, és mindig a dezertáláson törte a fejét. Azért ezt a hülyességet meg a bullshitet ne vegyük már. De Jóti, van egy fontos dolog, itt a nagypapák bűneiért nem felelhet senki, unokat. De egy nagyon sokat elmond a Donald Tusknak a jobb oldal fóbiájáról. Borzasztó sokat elmond. Hogy talán ő a fóbiája van? Igen, nem mond nekem, hogy milyen párnak, hagyjad már a jobb
Orbán Viktornak a régi baloldali párt. Orbán Viktornak a barátja volt még egy évvel ezelőtt. Hát azt, erről, azt tudjátok, hogy ez 2010-ben, amikor az újrakezdés napja után beiktatták a hivatalába Orbán Viktort, az hivatal idejének első napján hova ment, kit látogatott meg? A lengyeleket, nem? Nem a lengyeleket, Donald Tuskot. Az első hivatalos találkozóját. Egymás nyilvánosan barátoknak nevezték ez a két ember. Itt arról beszélünk, aztán hogy Donald Tuskról beszélünk, akit Kaczynszki liberálisnak nevez Lengyelországban, a PiSZ vezetőjeként. Tehát tulajdonképpen Lengyelország, ha már jobb oldal, akkor a lengyel jobb oldal az a PiSZ. És onnantól kezdve, hogy a Kaczynszki liberálisnak nevezi a Tuskot, azért mi ne tartsuk akkor már jobb oldalnak. Főleg megnézve az európai Kaczynszki liberálisnak minősít, azt nem lehet jobboldalinak tekinteni. Nyilván a belpolitikai harcok erre. Azért, mert Magyarország baráti kapcsolatát és Orbán Viktor miniszterelnökként kifejezte a lengyel nép felé és a lengyel kormány felé, ez most nem az azt jelenti, hogy neki ma meg kell magyaráznia, hogy az őt lenácizott Tuskkal valójában barát-e továbbra is? Milyen következtetés kerebből levonni? A Tusknak a baloldaliságára próbáltam mutatni. Egyébként az is közismert tény, hogy ők személyes jó barátok és harcostársak voltak sokáig. Hát eltávolodtak egymástól. Tusk a példaképének kevesze Orbán. Hát Orbán Viktor maradt a helyén, Tusk ment el, nem is tudni, hogy hova. Orbán Viktor a liberális internacionális alelnöke maradt a helyén. Az elmúlt 10 évről beszélek. Orbán Viktor következetes és pontosan kiszámítható nemzeti politikát valósít meg. A szavazók ezért szavaznak rá harmadjára már. Kit érdekel az európai néppárt? A szavazóink az a kommunisták. Orbán Viktornak de pont a Tuskféle szárny akarja kizárni azért, mert az európai néppárt az európai liberálisok fogja lett. És az európai néppártban is vannak a skandináv kisországoknak az európai néppárti tagpártjai, akik aztán még a liberálisabbnál is liberálisabbak. Azok szörnyetegek. Nem azt mondtam, hogy szörny, de hogy a liberálisabbnál is egytől balra áll. Az Európai Néppártnak, Orbán Viktor pártcsaládjának az első embere, akit megválasztott ez a néppárt. Nem a svédek választották. De az Európai Néppártot azért most már jelen helyzetben, 2020-ban ne tartsuk nagy jobb oldali pártnak. Az Európai Néppárt minek baloldali programot valósít meg. Fidesz nem maradhat egy olyan pártban, amelyik baloldali programot javasol. Hát nem? Teljesen logikus. Azon kívül minden változik, nem tartható az fenn, hogy semmi ne változik. Nemzetiek lesznek. Hát így is van, így van, aki megtalálja az igaz utat. Van ilyen, és üdvözlünk. Elég ránézni Orbán Viktor, és megtalálta az igaz utat. Jó? Annyira biztos abban, hogy így a járványügyi veszélyhelyzet közepette végre létrejön az egyetértés a különböző csücskök között. De ez ezúttal sem jött össze. Nagyon szépen köszönjük, srácok, hogy itt voltatok. A tisztelt nézőknek pedig köszönjük a figyelmet. Minden jót, viszontlátásra!